Zsúfolásig megtelt az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyíregyházi kirendeltsége, ahol az idei évben megnyíló pályázatokkal kapcsolatban tartottak előadást. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen több mint 140 roma szervezet található, amely országos viszonylatban az egyik legtöbbnek számít. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot 2019-ben hozta létre a Belügyminisztérium. Azóta a vármegyében Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Berkeszen is működik fejlesztési központ. Az elmúlt 10 évben azok a megyék, amelyekben számottevő a romák aránya, itt többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nagyon nagy utat tett meg. És a legjobb példa az, hogyha a foglalkoztatási helyzetet nézzük, hiszen minden munka, minden program akkor hatékony, ha a végén a foglalkoztatási téren is előrelépés történik, és e téren pedig egyértelműen az látszik, hogy országosan, és ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egy kiemelten nagy lépéseket tett meg, éppen ezért is lényeges, ha arról beszélünk, hogy országosan a romák foglalkoztatási arányát, ha nézzük, akkor elmondható az, hogy 80%-a foglalkoztatva van. Hozzátette, a Belügyminisztérium erőforrásként tekint a romákra, és minél többeket szeretnének segíteni a munkaerőpiacra jutásban, közösségfejlesztésben, illetve a roma kulturális értékek megőrzésében. A célunk az az, hogy minden nemzetiségű önkormányzat informatikai eszközökhöz tudjon jutni, erre adunk forrást, és illetve ennek keretében be is szerezhetik. De említhetném a másik kettő nagyobb pályázati csomagjainkat, amelyben az egyik vonatkozásában olyan modellprogramokat akarunk támogatni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű emberek mind kulturális, mind pedig szoció helyzetük javításában segítkezhetnek azok a civil szervezetek, illetve roma önkormányzatok, amelyek ott vannak a területen és a terepen. Ennek keretében infrastruktúrális karbantartásokra és maga ugye az irodahelyiségeik javítására és modernizációjára van lehetőség. A harmadik pedig olyan modellprogramok, amelyek kifejezetten egyediek és kifejezetten hozzá tudnak járulni a társadalmi vállalkozások kialakulásához, amelyek képesek lehetnek munkahelyeket létrehozni speciális helyzetben, speciális körülmények között. A pályázatok megvalósítási időszaka 2023. október 1-től 2024. szeptember 30-áig tart. A pályázók körébe a roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, vallási egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint egyházi jogi személyek tartozhatnak. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésre az érintettek maximum 550 ezer forint, a modellprogramok megvalósítására maximum 10 millió forint, a roma hálózatok kialakítására pedig szintén maximum 10 millió forint támogatásra pályázhatnak, amelyeket elektronikus úton lehet benyújtani november 15-éig.